Hiába a két korábbi MB3-as bajnoki cím és a középmezőnyben abszolvált ősz az MB2-ben, a rossz tavaszkezdés miatt menesztették a Soroksár futballcsapatának vezetőedzőjét Varga Attilát, akit játékos a lisztes Krisztián váltott a kispadon, ő is vereséggel egyébként, miközben a távozó tréner mezőkövesre szerződött pályaedzőnek, a váltásról beszélgetünk most vele. Szíri, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Attila, meglepett nagyon a menesztésed? Hát olyan, hogy nem voltam rá felkészülve jobban meglepett, mint bármi eddig az életem során. Egyáltalán nem voltam felkészülve rá, és úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem sem a csapat, sem a klub, sem akik ismerik a soroksári élethelyzetet, szerintem senki. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon váratlan volt. Mi volt a célkitűzés a szezon előtt? Egyértelműen, mivel hogy egy újonc, gazdaságilag egy erős alapokon álló, de mégsem azért az nb 2 szinten ö, ö, a magasan jegyzett anyagi körülmények között jegyzett klub, ezért, ezért én úgy gondolom, hogy úgy határoztuk meg a célokat, hogy a csapat mindenféleképpen az első fél évben alapozza meg a azt, hogy egy nyugalmas tavaszi szezonunk lehet, ez megtörtént. Ez egy helyen. nyugalmas bentmaradás. Igen, és ezek után pedig a biztos bennmaradást volt kitűzve célként. Nekem egyébként a 8-12-13. helyen kellett tartanom a csapatot. Fenyegett ez bármi is, amikor elküldtek? Hát olyannyira nem, hogy, hogy nem éreztem veszélyesnek a helyzetet. Na most tudod-e te a tavaszi rossz kezdésnek az okát? Mert amit egyedül lehet keresni, az egy meccsekben megmutatkozó tavaszi rossz start. Így van, ha a meccsekben nézett uh, rossz rajtot nézzük, akkor ez, 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 tényleg így van. Tehát öt meccsből három pontot szereztünk, uh, ez nem egy veretes uh, történet, viszont én úgy gondolom, hogy az a első fél évben olyan szinten megalapoztuk azt, hogy ez belefért, hogy nem éreztem veszélyesnek a helyzetet, ahogy előbb is mondtam. Uh, én biztos vagyok benne, ismer, ismerem a csapatot, ismerem a játékosokat, uh, én majdnem, hogy a családomnak tekintettem ezt a csapatot, és nagyon fájt, amikor elveszítettem őket. Tehát visszatérve tudtam azt, hogy ezzel a csapattal én biztosan elérem azt a célt, ami, ami elénk volt tűzve, mert az első pillanatban, hogy beléptem ebbe az öltözőbe lassan három éve, mindig célokért kellett pályára lépnünk, illetve mindig célokért kellett futballoznunk. Minden perc, minden hét, minden hónap és minden év is arról szólt, hogy teljesítettük a, az elén kitűzött célokat. De mi volt egyébként a hivatalos indoklás, mindezeket így egybevéve? Az öt meccs három pont. Az öt meccs három pont, Én. váltani kell. Azt, hát ez itt volt. született egy egyszemélyes döntés, tehát nem nagyon, nem nagyon akarok ebben nagyon belemenni. Egy személy döntött a helyzetemről, sőt van a klubban egy nagyon korrekt szakmai igazgató a Szűs személyében, aki, aki nem csak a barátom, hanem hanem a főnököm is volt, barátom még mindig, főnököm már nem. Ő, ő rengeteget dolgozott azért, hogy ez a helyzet ne így alakuljon ki. Én még futballvezetőben ennyire nem bíztam meg, mint, mint ő benne, úgyhogy ő megpróbált ezt a helyzetet nagyon magas szinten kezelni, de sajnos falakba ütközött, és ezért ezért ez az 5 mérkőzés három pont, ez megpecsételte a sorsomat. Most a nemzeti sportnak azt mondtad, hogy rá kellett jönni, egy időzített bombán ültél, akasztott ember voltam, csak időkérdése volt, mikor rúgják ki a sámli, aki tud a sorok között olvasni, érti, mire gondolok. Hát mire gondoltál? Hogy elő volt készítve itt másnak a talaj, vagy? Nem, nem, nem. Ö, nem szeretném, ha félreértenék a, a nyilatkozatot semmit sem máshol. Itt egy szeméről szólt a történet nem a Krisztián személy. A Krisztián szerintem ő egy áldozat ennek az egész történetnek. Ő, ő ahogy én ismerem, egy nagyon jó ember, egy uh, szenzációs labdarúgó, aki, aki beleesett most ebbe a helyzetbe, és uh, ő még ha tehetné ezt a 9-10 fordulót lefutballozta volna, mint, mint játékos. Tehát te nem nehezte ezt rá, mint utoljára? Egyáltalán nem, persze, uh -huh. hogy nem. A Misi, a másik, aki, aki, menteni akarta a menthetőt, ő egy ő nagyon alázattal dolgozó szakmai vezető, és, és, mint előbb is mondtam, maximálisan megbízom benne, ő megint nem. Itt született egy elnöki döntés, ami erőből született, szerintem nem volt szakmarilag megalapozott. Én úgy gondolom, hogy a két bajnoki címmel, amit szereztem a csapattal, illetve, illetve azzal a magasság alóval MB2 középmezőnyébe elértünk, és egyáltalán nem ütött még meg a kiesés szele bennünket, megalapoztam azt, hogy bizalom, bizalommal dolgozzam. Mondom, egy személyes döntés született, ami, ami erőből, és, és, és ez sajnos el kellett, hogy fogadjuk. Na most uh azóta ugye Krisztián a Lisztesle a kispadon, a csapat otthon kikapott, mégpedig eléggé a Csákvártól négy egyre. Ez érint még téged? Már úgy értem, hogy az előbb mondtad, hogy neked ez egy nagyon fontos közösség volt. Nagyon-nagyon érint, megmondom őszintén, legalább annyira megviselt. Most persze, most vagy elhiszi valaki, vagy nem. Nem fogom se saját magamat becsapni, sem álszenteskedni nem fogok azt is mondhatnám, hogy nem, de igen, nagyon megviselt. Ugye mi egy időben játszottunk most a mezőkövesdel Szigetszen Miklóson, és egy-egy természetesen szerettünk volna nyerni, nem sikerült, és mérkőzés után megtudtam ezt az eredményt, és mindenki azt kérdezte, hogy mi a bajom, az a bajom, hogy, hogy nem, nem, nyert a csapat, nem, természetesen akkor még nem az volt, hanem az, hogy igenis ő megviselt a soroksárnak a veresége, egy az nem vagyunk hozzászokva ilyen szintű vereségekhez, kettő pedig, még egyszer mondom, én imádtam ezt a klubot, rengeteget kaptam tőle, nagyon szerettem oda járni, megszerettem az embereket, ők is engem, és a csapatot a, a családomnak tekintettem, persze, hogy megviselt. Lehetnek kiesési gondjaik? Nagyon remélem, hogy nem lesznek. E, azt mondd meg, hogy hogyan jött egyből a, a, az újabb kihívás, ez a mezőkövesdi kispad Lucsánski Tamás segítőjének szerződtél oda, és ez egy érdekes helyzet, mert ott meg elvileg szintén nagy cél, a feljutás van kitűzve, viszont ha ránézzünk a tabellára, mintha-mintha kiszáll ebből a játszmából a mezőköves, te hogy látod? Azt, hogy kiszállna, azt én nem mondanám. Sok mérkőzés van még hátra, és ráadásul játszunk még a, a közvetlen riválisainkkal is. E, tény, hogy most már sok pontot nem hullajthat a csapat, és törekszünk is rá. E, a Tamás próbálja csapattá formálni az én segítségemmel a társaságot, mert elmondható, hogy mezőkövesben nagyon, nagyon jó egyéni képességű játékosok vannak. E, jelen pillanatban csapatként még nem úgy üzemel, a, a csapat, ahogy az kellene, de, de a hátralévő, bajnokság hátralévő részében nagyon kevés pontot hullajthatunk. Ha, ha, mégis, akkor, akkor az érmet kell kitűzni célként ha pedig minden úgy alakul, ahogy tervezzük, akkor pedig természetesen nem mondtunk le a feljutásról. Na most ott egy speciális helyzetbe csöppentél, mert ott is edzőváltás volt, viszont az, ott a menesztett, nem menesztett, ott a, a, távozó vezetőedző, ott maradt még hozzá a szakmai igazgatónak. Ilyen módon neki is van beleszólása a, a ti munkátokba? Szóval hogy néz ki most ez az együttműködés? Hát általában a szakmai igazgatóknak igen. Közvetlen a Tamással tartja a kapcsolatot a Laci. Én, én, mindenben segítem a munkájukat természetesen. Úgy is beszéltük meg a Tamással, ugye én egy vezetőedző típus vagyok a temperamentumom, illetve a habitusom által úgy gondolom alkalmas vagyok erre a feladat betöltésére, és a Tamások mindent meg is beszél velem, természetesen a döntés egyértelműen az övé, a felelősség is az övé, ezáltal a Laci felé gondolom beszámolással tartozik. Ahogy én Soroksáron dolgoztam a Misivel, mindent megbeszéltem vele, a döntés az enyém volt, itt is gondolom minden meg van beszélve, a döntés a Tamásé. Az, hogy te egy vezetőedző típus vagy, vezetőedzőként dolgoztál az elmúlt években, nem hozhat -e olyan helyzetet mezőkövesden, hogy van hát két vezetőedző típus a kispadon, vagyis két dudás egy csárdának a kispadján? Biztos, hogy nem, mert én alárendelem magamat a Tamás döntéseinek, illetve az egész klubnak, illetve azért dolgozom, hogy megháláljam azt a bizalmat, amit kaptam mind a Tamástól, mind pedig a, a mezőköves vezetőitől. Ugye hétfőn távoztam Soroksáról, szerdán aláírtam a szerződésemet, nagyon hirtelen jött, de de fel, voltam, fel vagyok rá készülve, minden idegszállammal azon leszek, hogy segítsem a Tamás munkáját. Az, hogy vezetőedző típus vagyok, az pedig ö, szerintem a Tamásnak segít, e, természetesen ö, nem fogok a fejére nőni, mert, mert nem is tehetem meg, betartom azt a hierarchiai sorrendet, ami van, van a Tamás, illetve vagyok én, mint pályáedző. Lucsánszky Tamás hívott egyébként Nezőkövesdre? Igen. Uh -huh. Tehát ő, Igen, igen, ő, ő. Látva, hogy akkor felszabadult egy munkaerő. Hát igen, ő ismerte a munkámat, ismerte a munkámat, illetve járt is ki a mérkőzéseinkre. Mostanában a kevés kapcsolatunk volt, de de én úgy gondolom, hogy, hogy látva a munkámat és, és azt, hogy milyen, milyen, milyen alázatta dolgozom, valószínűleg befolyásolta az ő döntését. És hirtelen kellett neki is ugye találni egy olyan embert, aki, aki tud neki segíteni. Na most a hétvégén a Szegedet fogadjátok, és azt lehet mondani, hogy ebben a helyzetben ez már ez egy kötelező győzelem lesz, ne kell lennie, nem? Mármint, hogy az tettünk már rá utalás, hogy itt már nem sok pontot lehet hullajtani. Így van, így van, hazai pályán főleg egy mezőköveznek nem lehet más. A célja, ha fel akar jutni, akkor, akkor a minimum cél, hogy a hazai mérkőzéseket szinte kötelezően meg kell nyerni. Én mindig azt mondtam, hogy ha egy csapat idegenbe X-el ha hazai meccseket megnyeri, akkor megnyerte a bajnokságot. Ez most már a ugye nem igaz. Itt idegenben is, illetve a hazai pályán is csak a győzelem az elfogadható. És végül Attila, az utána való hite megmentek Soroksára. És hát ez, az azt hiszem, hogy ez több lesz, mint egy szimpla bajnoki meccs számodra. Nagyon különös helyzet, nem? Igen. Ilyen frissen, ilyen hamar. Én hazamegyek. Hazamész. Én olyan lesz, mint ha hazamennék. Hazamész, de azért mész haza, hogy az otthon lévőket jó megverd. Tény, persze, természetesen. Tehát eh, ahogy oda be fogok lépni, valószínű, valószínű nem fogok rossz öltöző folyosó felé menni, mert, mert, mert nem, de, de most már ugye azért kell dolgoznom, hogy a mezőköves megnyeri a mérkőzéseit. Eh, az egy különleges mérkőzés lesz számomra, mind lelkileg, mind pedig szakmailag, de, de az érzelmeket profi szinten félre kell tenni, és nekem, nekem egy feladatom van szolgálni a mezőköves sikerét. Sok sikert a, a, az új munkához is. Neked köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm.